Sziasztok! Ez itt az ünneplő videó annak örömére, hogy elértük a 10 000 feliratkozót. Nagy mérföldkőnek számít ez a csatornának, és hát köszönjük szépen azoknak, akik feliratkoztak ránk és bizalmat szavaztak nekünk. Hálásak vagyunk a csatorna követőinek és azoknak, akik figyelemmel kísérik a videóinkat. Az alkalom egy nagy bejelentésre is késztetett bennünket, és ez nem lett más, mint az igazság rólunk. Nem kell nagy dologra gondolni, hogy mondjuk bérgyilkosak vagyunk, és ezért titkolóztunk eddig. Akik jelen szoktak lenni a live-jainkon, tapasztalhatták, hogy ha szóba került a foglalkozásunk, azt feleltük, hogy ez titok. De nyomban hozzátettük, hogy nem kell rosszra gondolni. Nem azért nem akartuk elmondani, mert valami rosszban sántikáltunk, poénba került a nógrádi maffia, ti pedig rendesek voltatok és elfogadtátok a választ. De úgy döntöttünk Balázzsal, hogy ideje őszintének lennünk és ki kell végre tárnunk azt a titkok kamráját. Migránsok vagyunk, akik Mexikóból jöttek. A tréfákat azonban félretéve az igazság velünk kapcsolatban az, hogy mozgáskorlátozottak vagyunk. Ez megmagyarázza azt, hogy miért nem mentünk el mindig a rendezvényekre, ha éppenséggel meghívást kaptunk. Sajnos nincs autónk, de ha lenne is, elég körülményes volna az utazás, egy személy is sok figyelmet igényel, mi pedig ketten vagyunk. Bérelhettünk volna egy autót is, akár egy olyat is, ami még a kerekesszékeinket is el tudja szállítani velünk együtt, de az az igazság, hogy ennek még nem éreztük a szükségét. A videózás ötlete Balástól származik, én pedig benne voltam. Kezdetben a Mondokon csatornán jelentkeztünk, ami az ismerkedés volt ezzel a világgal. Kaptunk hideget, meleget, különösen hideget, de legalább így kikupálódhattunk, és különösen én tudtam fejlődni, hogy minél többet tudjunk tenni a nagy álmunkért. Aki belecsöppen a videózás világába és rendszeresen csinálja, idővel cél válik a hobbiból. Akik sikeresen futottak be, ők már munkának fogják fel. Akik pedig még csak lapátolnak a csatornába, olyan hobbikét gondolnak rá, ami később a szerencséjük lehet. Mi hobbinak és munkának is tekintjük egyszerre, noha még nem is értük el az áhított célt. Balázs és én is csak az általános iskolát végeztük el, ami azt jelenti, hogy hivatalos végzettségünk nincsen. Madaók vagyunk, de még a Madaónak is volt szakmája, mielőtt ugye Madaóvá változott, de nekünk ugye nincsen szakmánk, így azért rosszabbak vagyunk, mint a Madaó. Lehetett volna tovább tanulni, akkor azonban még nem volt olyan technikai fejlettség, mint most, hogy a tanárok ilyen jó Skype-al tudják oktatni az anyagot. Akkor még azt kérték az iskolában, hogy járjunk be, vagy tanuljunk otthon, és utána vitessük be az anyagot. Ez egy ideig ment, de aztán a félévi és az évvégi vizsgákon mindenképp meg kellett jelenni, ami autó híján más segítségével valósult meg. Először mindenki kedves volt és segíteni akartak, de amit már rendszeressé kezdett volna válni a dolog, jöttek a kifogások. Éreztem, hogy terhek vagyunk, ezért eldöntöttük, hogy itt a vége az iskolának. Az állapotunkra tekintvén lehetőségünk volt arra, hogy 18 éves korunk előtt lemondhassunk az iskolai kötelezettségünkről. Miből élünk akkor? Az állami juttatásokból, amik a betegségünk miatt járnak. Nem kell nagy összegre gondolni, de mivel összetesszük, amink van, mindig el vagyunk a hónapban. Nem költünk felesleges dolgokra, és beosszuk a pénzt. A betegségünk neve bonyolul, de az a lényege, hogy születésünk óta jelen van. 5 éves korunkig semmi gond nem volt, mindenre képesek voltunk, amire egy átlagos gyerek. Ezután viszont folyamatosan veszítettünk a képességeinkből, amit úgy kell elképzelni, hogy 7 éves korunkban még futkározhattunk. Majd évről évre kevesebbre lettünk képesek, így nem ment már a kötélmászás, és lassabban szaladtunk. Kimaradoztunk a tesi órákról, és odáig jutottunk, hogy már a székről való felkelés is nehézkessé vált. Ma már mindketten kerekesszékre vagyunk utalva, és sajnos a karjaink, a törzsünk is gyengülőben van. Talán észrevettétek, hogy az index képeken, ha kell egy menő kép, nincs mindig annyira megemelve a kezem. Ez azért van, mert nem tudom magasra emelni a karom, és nem tudok olyan menőn előremutatni kinyújtott karral. Balázzsal ugyanez a helyzet, de őt egyébként súlyosabban érintette a betegség, mint engem. A titkolózás nem volt szándékos, csupán így alakult. Nem akartuk kihasználni a nézőket, hogy mondjuk az állapotunk miatt iratkozzanak fel ránk. És mivel nem adtunk jelet arra, hogy mi a helyzet velünk, nem jött szóba a kérdés senkitől. Ha az elején valaki szóba hozta volna, feleltünk volna rendesen a kérdésre. De tényleg. De mivel ez nem történt meg, megengedtük magunknak a tudatot, hogy hétköznapi módon videózhatunk és live-olhatunk. Az őszinteség kopogtatása végül mégis kinyitotta az ajtót, mert túl sokszor jött volna fel az a kérdés, hogy mivel foglalkozunk, és ha nemet mondtunk volna, azzal csak magunk alatt vágtuk volna egy idő után a fát.
Ez hát a valóság rólunk, reméljük, hogy ez nem változtat semmin, nem volt szándékos, de úgy jött ki, mint amikor valaki coming out-ol. Levettük a titkolózás terhét magunkról, lehetett volna ezt még húzni, de lehet, hogy így van ez rendjén. Most már így megyünk tovább, és reméljük, még sok évet élhet meg a Mosi csatorna. Köszönjük szépen még egyszer a 10 000 feliratkozót és a bizalmat, amit nekünk adtatok. Ez volt az ünnepi videó a 10 000 feliratkozóra és a bejelentéssel rólunk, találkozunk legközelebb. Addig is, hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.